Szeretettel köszöntöm a Törzsasztal kedves nézőit az Algyai Halászcsárdából. Halászlé paprika nélkül, kolbász fokhagyma nélkül, fasírt bors nélkül, vagy egy mezei krumpli főzelék babérlevél nélkül, ugye nehéz elképzelni. A felhasznált fűszerek mennyisége a napi élelmiszer adagunkhoz képest meglehetősen kevés. Ám kulináris szempontból mégis nagy jelentőséggel bírnak. Ételeink fűszerek nélkül egyhangúak és ízetlenek lennének. A fűszerek azonban nem csak étkezési szempontból fontosak. Egyetlen élelmiszer sem volt olyan hatással az emberiség történelmére, mint ételeink ízesítői. Mióta fűszerezzük ételeinket? Feltehetően azóta, hogy megfőzzük, megsütjük azokat. Elődeink hamar rájöttek arra, hogy bizonyos növények leveleivel vagy terméseivel ételeik ízét javíthatják. Ezért a tábortűznél sütés előtt és után bedörzsölték velük. Az ételek fűszerezéséhez tehát nem volt szükség edényekre, bár az agyagedény feltalálásával kibővültek az ízesítés lehetőségei. A legrégebbi fűszerleletek Mexikóból származnak, ahol az őslakosok már időszámítás előtt 7000 évvel csilivel ízesítették ételeiket. Az ókor fűszereinek bölcsője Indiában található. Már mintegy 5000 évvel ezelőtt kiterjedt fűszerkereskedelmi hálózat létezett Kínától, Indián, Perzsián és Mezopotámián át egészen Egyiptomig. Az egyiptomi piramisokban a régészek ánis, kardamon, fahéj, kömény, kapor, édeskömény, sáfrány és más fűszerek maradványaira bukkantak. A fáraók korában nem csak a gazdagok kiváltsága volt a fűszerek használata, hanem a rabszolgák ételeit is ízesítették velük. Ezt azonban nem pusztán felebaráti szeretetből tették. Az ételekhez adott fűszerekkel próbálták kivédeni a fertőző járványok pusztító hatását. A fűszereket ugyan élvezeti cikként is, de főleg betegség megelőző szerként használták. Az ókori Görögországban a gyógy- és fűszernövénytan Hippokrátész idején élte virágkorát, aki a Corpus Hippocratium című művében mintegy 230 gyógy- és fűszernövényről tesz említést. A római birodalomban bizonyíthatóan a következő fűszereket használták. Kapor, kömény, mustár, koriander, zellermag, fokhagyma, kakukkfű, majorána, csombor, petrezselyem, ánis, édeskömény, szezám, mák. A fekete bors Krisztus születése idején került Rómába. Nem csak a gazdag római polgárok ínyenc fűszere lett, hanem fizetőeszközül is használták. A római légionáriusok révén sok fűszer Közép-Európában is elterjedt. A karavánutakon évszázadokon át szállították a kereskedők Kínából, Ázsián keresztül Európába a különféle egzotikus fűszereket. Ezek közül az úgynevezett Selyemút volt a leghíresebb, amelynek pontos útvonalát ma már nehéz rekonstruálni. Csak a pihenőhelyeket és a három fő útvonalát ismerjük. A 13. században a Genghis Khan vezette mongolok hódításaik révén a kínai tengertől a földközi tengerig terjedő óriás birodalmat hoztak létre. A mongolok megengedték az itáliai kereskedőknek, hogy a fűszertermelő országokba utazzanak. Marco Polo ebben az időben eljutott a Selyemúton Kínába, és csak 24 évig tartó kalandos utazás után tért vissza Velencébe. A velenceiek nagyon jól értettek ahhoz, hogy a fűszerkészleteket a lehető legmagasabb áron értékesítsék. Egy Ázsiából elindult fűszerszállítmány Velencében már százszor annyit ért. Egy font sáfrány egy lóárával, egy fontnyi gyömbér egy birka, a bors pedig az aranyárával vetekedett. Velence, Genova, Píza kereskedői gazdagságukat a mintegy 400 éven át tartó fűszerkereskedelemnek köszönhették. Az ismeretlen tájak iránti felfedezési vágy a fűszerkereskedelemben is fordulatot hozott. Merész portugál hajósok Afrika partja mentén vitorlázva rengeteg egzotikus fűszert hoztak Európába. Az itáliaiak fűszerkereskedelemben betöltött vezető szerepe akkor omlott össze véglegesen, amikor 1499-ben a portugál hajós Vasco da Gama fűszerekkel megrakodva visszatért indiai útjáról. Ettől kezdve a fűszerek árát Lisszabon határozta meg. A legfontosabb forgalmazott fűszerek közé a fekete bors, a szegfűszeg, a gyömbér, a szerecsendió és a fahéj tartozott.
A portugálok mellett a spanyolok is sok pénzt és szellemi tőkét fektettek a tengeri hajózás fejlesztésére. Első Izabella, spanyol uralkodó, három hajót bocsájtott Kolumbusz Kristóf genovai tengerész rendelkezésére, hogy tervét India nyugat felüli hajóúton történő megközelítését megvalósíthassa. Kolumbusz soha nem érkezett meg Indiába, viszont felfedezte Amerikát. Második felfedező útjára magával vitt egy Csánka nevű szevíjai orvost, aki 1494 táján új fűszernövényeket hozott Európába. Bár a szegfűbors nem hozott termést, és a vaníliát sem lehetett az európai éghajlaton termeszteni, viszont a paprika és a csili meghódította az óvilágot. Mintegy 100 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy a paprika termesztés Spanyolországban, majd onnan kiindulva Európa többi részén is elterjedjen, így hazánkban is, ahol nemzeti fűszerré vált. A fűszerek történetének szomorú fejezete a gyarmatokért vívott háborúk időszaka. A gyarmatokon a fűszertermesztés során a jogfosztott bennszülött lakosság mértéktelen kizsákmányolása folyt. A 19. században csökkent a fűszerek iránti kereslet, és más termékek lettek a legfontosabb kereskedelmi cikkek. Az európai jómódú lakosság körében az élvezeti növények, mint például a kakaó, a kávé, a tea és a cukor váltak népszerűvé. A fűszereket a II. Világháború után fedezték fel újra. A kereskedő cégek ízléses üvegekben vagy dobozokban próbálták újra felkelteni a modern háziasszonyok fűszerek iránti érdeklődését. Napjainkra a fűszernövények újra virágkorukat élik. Egyre többet használunk belőlük, és nagy divatja van az elfeledett ízesítőknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!